A tavalyi tavasz szeszélyes időjárása következtében csaknem teljesen megsemmisült a szilvásváradi szabadtéri erdei múzeum. Az Egererdő ZRT munkatársai azonban az egykori állapotának megfelelően állították vissza a kiállító helyet. Az ünnepélyes megnyitóra érkezők a hangulatos szilvásváradi erdei vasúttal jutottak el a helyszínre. Nagy tisztelettel megköszönöm minden jelenlétőnek, hogy nem kidőjöve fáradtságot, kihívást felvállalva el tudott jönni a mai napra, és velünk együtt örül a tönkrement, de most már újabb pompájába büszkélkedő szabadtéri múzeumnak az átadó ünnepségé, vagy újra átadó ünnepségé. Tavaly április közepén volt a híradásokban is jelentett és bemutatott, és tényleg tragikus képet mutatott, tényleg természeti katasztrófa, nagy hóesés, nagy széllel járt. Hát az, hogy az erdőbe kidől a fa, az nem egy ritka dolog, de az, hogy még az erdei infrastruktúrában is, és főleg egy ilyen közkedvelt, látogatott helyen is ugye ilyen károkozás következik be. Megmondom viszont, de nem ez volt az első stáció, ahol én is kijöttem ugye a kártételek hallatán. Amikor kaptam a jelzést, hogy ezt mindenképpen meg kell nézni, mert gyakorlatilag 100%-ban legyalult az itt látható kidőlt fa mennyiség az erdei múzeumot. A hókár itt tulajdonképpen letarolta, nagy mértékben károsította a múzeumot, és örülök annak, hogy az erdőgazdaság dolgozói, az Egererdő dolgozói összefogtak a cég vezetése irányításával, és saját erőből sikerült ezt a munkát elvégezni. Csak nem megsemmisült ez a kincstár, most mégis megújulva áll előttünk, és várja a hamarosan kezdődő turisztikai szezonban az idejekező kirándulókat. Rengeteg ember látogatja ezeket az objektumokat, csodálja meg a természet kincseit, és egy szóval azt lehet mondani, hogy Rekreációt vesz igénybe a mindennapi munka után, kihozza a családját, ismerőseit, barátait. Nekünk két dolog miatt okozott ez nagy fájdalmat. Az egyik az, hogy ez egy nagyon komoly tradicionális, 1972-ben megalakított erdélyi múzeum, ami egyedülálló az országban, sőt, hát a világból is sokan nézik, egyfajta kortörténeti emléket dolgozott fel az erdélyi használatban, az erdély és az ember kapcsolatából. Ez volt az egyik, ami fájt, a másik az, hogy tényleg nem rég 2012-ben újítottuk föl teljes egészébe. És azért látva a teljesen friss és újonnan megépített objektumunknak a tönkremenetele, ez komoly szívfájdalom volt. Minél többen jönnek, minél többen kíváncsiak, annál nagyobb biztonságban, annál kényelmesebb körülmények között is, annál többet szeretnének megtudni ezekről a csodálatos természeti környezetekről. Ez természetesen egy olyat jelent számunkra, hogy mi azon túl, hogy észleljük ezt a bennünket megtisztelő és ezáltal a természetet megtisztelő és megismerni akaró réteget, hogy számunkra ez egyfajta kihívás. Azt hiszem kétség nem merült egyetlen egy egeredős dolgozóba is, hogy ezt nekünk fel kell újítani és újra át kell adni a nagy közönségnek. Hát most ez egy nagy lélegzetvétel után a kártételek megszűnését követően, mert azért az erdőben a károkat fel kellett számolni. Tényleg szinte tudatosan, majdnem az egyéves évfordulóval terveztük, hogy akkor újra megnyitjuk a nagy közönség előtt. Egy olyan különleges érték újult meg, amelyre azt hiszem, hogy valamennyien büszkék lehetünk, és különösen büszkék lehetnek a szilvásváradiak, az Egererdő dolgozói, hiszen ez a Magyarországon egyedülálló szabadtéri erdészeti múzeum országunknak az egyik leglátogatottabb kiállítóhelye múzeuma. Évente mindegy 500 000 jönnek el ide. Mit kívánna azoknak, akik ide látogatnak? Az, hogy élményeiket bővítsék, minél több ismerősöket hozzák el, gyerekeket, felnőtteket. Olyan oldalát próbáljuk bemutatni az erdőnek, hogy valóban az ember és a természet hol tud egészséges kapcsolatban működni egyik rovására sem.